Köszöntöm Önöket! A mai adásunkban az egyházak társadalmi szerepvállalásáról beszélgetünk. Vendégeimet köszöntöm, és köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Dr. Sivadó Csabát, a hajdúdörögi görögkatolikus egyházmegye, oktatásügyi referense, Grunda János atya, és dr. Gál Sándor, református esperes, Laborci Géza evangélikus lelkész igazgató úr. Mindenki képvisel valamilyen speciális területet, hiszen azt köztudott, hogy valójában a rendszerváltás után nyílt lehetősége az egyháznak, és újra ismételten az egyháznak társadalmi feladatokat vállalni az oktatásban, a szociális szférában. Hogyan kezdte el ezt a feladatot? Azért ott volt egy nagyon hosszú szünet, ami megnehezítette azt, hogy újra tudja szervezni az oktatását és azokat a feladatokat, amit a közösségért tett előtte. Hadd kezdjem, ne vegyétek udvariatlanságnak, csak azért, mert én akkor parlamenti képviselő voltam, és részese voltam annak a politikai és parlamenti vitának, ami a rendszerváltást követően az egyházak útkeresését jelentette. Tehát, hogy mi az a feladat, amit az egyház átvállalhat, illetve hogy lehet az egyházakat a mögöttünk lévő 40 évben ért anyagi természetű sérelmekért is kártalanítani. És ugye volt a teljes kártalanítás, meg a részleges kártalanítás. Ebben a nagyon izgalmas vitában rajzolódott ki a parlamentben, az egyházakkal való párbeszédben, hogy a visszakapható, visszakérhető egyházi vagyonoknak a célja az a szociális és az oktatás és a hitélet legyen. Ezen a három lábon állt a javaslat, amit a parlamentben akkor még kormánypárt és ellenzék együtt kimunkált, és így tudtuk ezt elfogadni, és ennek a nyomán indulhatott el az egyházaknak a törvényben is garantált feladat átvállalása. Első lépésben az oktatásban, majd 93-ban a szociális törvény megalkotásával, pedig a szociális szférában. Önök szerint melyik területen látszódott meg az, hogy volt egy nagy űr előtte, tehát a rendszerváltás előtt, melyik szféra sínylette meg, mondjuk így, hogy az egyház nem vállalhatott feladatot az oktatásból, szociális ellátásból, stb. Mi erről a vélemény most már így utólag, hogyha visszagondolnak erre? A rendszerváltás után az egyházak, a történelmi egyházak ott kezdték el az áldásos működésüket, ahol leginkább megérezték az előző évtizedekben ennek a hiányát. Ezért volt az, hogy főleg az oktatási intézményeiket próbálták újraéleszteni, és görögkatolikus szempontból a hajdúdörögi általános iskola volt az országban az első általános iskola, vagy az az év volt az első, amikor az általános iskolát már mint görögkatolikus egyházi iskola kezdhette meg. És hát a kezdeti lelkesedés után szembe kellett néznünk azzal, hogy ha épületeket kaptunk vissza, akkor azok nagyon lepusztult állapotban voltak, megfelelő eszközök nem voltak. Ha voltak eszközök, azokat az állami szférába sikerült átmenteniük az akkori önkormányzatoknak. Mondhatnánk azt, hogy el se tudjuk képzelni azt, hogy milyen mostoha körülmények között indult el, de a lelkesedés, a szakértelem, a megfelelő elkötelezett pedagógusok révén sikerült az egyháznak már hamar fölépíteni ezt az oktatási struktúrát, majd később a szociális rendszert. Tehát mondhatnám azt, hogy az oktatás volt és a köznevelés, amely leginkább minél hamarabb föl tudott éledni a rendszerváltás után. Ugye nagyon nagy értéke volt ezeknek az iskoláknak, ezeknek az intézményeknek, hiszen egy hitből fakadó közösséget neveltek és tartottak ezekben az intézményekben. Mit láttak, mennyire vágytak az emberek arra, hogy újra visszakerülhessenek a hit falai közé?
Hát azt gondolom, hogy ezek a területek, tehát a szociális szféra és a közoktatásnak a kérdése egyértelműen azonnal reagált az egyház nyitottságára, és ezt talán legjobban az bizonyítja, hogy első perctől kezdve rendkívüli érdeklődése volt a társadalomnak, az embereknek, arra nézve, hogy az egyház által fenntartott oktatási, szociális intézmények bekapjanak ellátást vagy nevelést. Tehát ez egy kézzelfogható, számokkal bizonyítható tény, amelyhez kétség nem fér. Az elmúlt két évtizedben, vagy több mint két évtizedben aztán ez sokszorosára növekedett, nem csak az egyház által elvégzett feladat sor, hanem az érdeklődés is. Tehát azt gondolom, hogy nem csak a református egyházban, hanem a testvérfelekezetekben is egyértelműen elmondható, hogy mind a két területen rendkívüli igénnyel találjuk magunkat szembe. Nap mint nap a feladat teljesíthetetlensége az, ami elénk tárul. A szociális ellátásban is sokkal nagyobb az emberek igénye, hogy egyházi ellátásban részesüljenek, és az oktatásban is. Szívfacsaró az, amikor azzal kell szembesülni, hogy egy-egy iskola padjait dupla annyi gyerek tudná megtölteni, és nem tudjuk befogadni őket, mert annyian vannak, és a padok betelnek. Mi fogunk beszélni is részletesen az oktatásról és az iskolákról is természetesen, de az látható volt, hogy onnantól, amikortól az egyházak ismét visszavették a szociális és oktatási feladatokat, akkor olyan területekhez is hozzámertek nyúlni, ami egyébként peremterület volt. Tehát a nehéz feladatokhoz mondjuk ki szintén a szeretetszolgálatokat újra elindították, foglalkoztak a hajléktalan emberekkel, foglalkoztak a szenvedélybetegekkel, és még sorolhatnám. Tehát ezek azok a területek, ahol folyamatosan hiányt pótolnak önök és az önök munkája. Természetes, hogy ez egyrészt hiánypótlás, másrészt pedig az egyháznak a küldetése. És ezt ismertük fel a rendszerváltás után azonnal, hogy amit eddig tiltottak, mert nem lehetett kimondani, hogy szegénység van, tehát nem lehetett a szegényekkel foglalkozni. Az oktatásban mindent megadtak, tehát akkor nem lehetett az egyháznak oktatással foglalkozni. Az egyházunkat bezárták, a parókia és a templom. Ez a terület volt, ahova oda jönnek, akkor azokat ellátjuk. Most ezek után újra lehetőségünk nyílt azt a krisztusi utat járni, hogy ne csak az igét hirdessük a templomból, és csak beszélgessünk a parókián a híveinkkel, hanem igazán az oktatásban, a szociális területen, a karitász és még sorolhatnám sok egyéb területen, börtönpasztorációtól kezdve minden, hogy kivigyük és a cselekedetünkkel és a tettünkkel is megmutassuk, hogy az egyháznak nem csak az a küldetése, hogy az igét hirdesse, hanem kimenjen az emberek közé, és a szeretet szolgálat, a szeretet kapcsolatokból fakadóan ezt is itt is élje meg ezen a területen. Hogyha megnézzük a mindennapokat, akkor az is észrevehető, mindenki számára látszik, hogy az egyházi szervezeteket, az egyházi segítséget a szociális szférában is, és mondjuk ezeken a peremterületeken is az érintettek jobban elfogadják. Vajon miért van ez így? A közeledés más, vagy másfajta? Hát van, aki elfogadja, van, aki nem. Tehát azért induljunk ki abból, hogy az egyházakkal kapcsolatosan is vannak, teljesen természetesen, mint minden intézménnyel kapcsolatosan, vannak, akik szimpatizálnak vele, és vannak, akik nem. Ez egy teljesen természetes jelenség, hogy ebben a közegben élünk és vagyunk. Tehát ebben semmi nincs. Tehát én azt gondolom, hogy a rendszerváltás után az volt a nagy kihívás, hogy először is, hogy az állam oldaláról volt az első, és ez azért tartom fontosnak visszatérve. Tehát, hogy először az oktatásban biztosította a törvényi feltételeket, majd 2008-ban ért el a fejlődés odáig, hogy a szociális törvényben is megjelentek az egyházak, mint a törvény által garantált fenntartói. Mert nem lehet átvállalni államtól feladatot törvényi garancia nélkül. Tehát ez akkor tudtunk csak lépni. A másik, hogy a rendszerváltást megelőzően az majdnem minden oktatási intézményt, majdnem minden egyháztól a kommunista hatalomátvétellel legkésőbb 1952-ben elvettek. Egy-két intézmény maradt meg, amit oktatási intézmény, ami megmaradhatott, összesen 11 néhány. Mi
Jánossal abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy például egy el nem vett Győri Bencés gimnáziumban voltunk évfolyamtársak a rendszerváltás előtt, tehát ilyenek voltak. De a Magyar Evangélikus Egyháznak például nem volt oktatási intézménye, mindet elvették. A szociális szférában pedig csak a legsúlyosabb az öregekkel és az értelmi fogyatékosokkal engedték meg a foglalkozást, és ez a kettő terület maradt, a más, az összes többiről ki voltunk tiltva. Mind a szociális, mind a fiatalokkal és család és minden területről. És innen kellett újraindítani. Most ez az újraindítás, ez azért azt is jelentette, hogy fel kellett mérni, hogy azért sem az oktatást, sem a szociális munkát tényleg azért nem lehet ott folytatni, ahol 1952-ben abban maradt. Eltelt egy hosszú időszak, ami hiányzott az egyháznak a rutinja, a tapasztalat, az intézmény fenntartásnak a felelőssége, a folytonossága, ezeket mind menet közben kellett megtanulni. És én azt gondolom, hogy ebből összességében minden látható és kevésbé látható hibával együtt azért az egyházak jól vizsgáztak. Én magamon azt érzem, hogy amikor például Nyíregyházán a négyes iskola körüli nagy vita volt, hogy visszavegye az evangélikus egyház, vagy ne vegye vissza, a vita elején egy közvéleménykutatásban 17%-a mondta a városi lakosságnak, hogy az egyház jó gazdája lesz. És amikor a vita lezáródott meg, amire elindult az oktatás, egy másik felmérés, egy-két évvel később már 87%-a mondta, hogy ez jó kezekben van. Tehát ezt az utat, ezt végig kell járni, ez nem megy magától, ezt meg kell bizonyítani, hogy mi alkalmasak vagyunk, ehhez sok munka és sok odafigyelés, szeretet szükséges, nyilvánvalóan, és tehát én ezt látom, hogy ez nem megy magától. Hogy miért fordulnak hozzánk, hát ezt azoktól kéne megkérdezni, akik jönnek. Én remélem azért, mert azt gondolják, hogy az a legkisebb közös többszörös, hogy emberszámba veszünk mindenkit, az egy egyházi intézményben a belépő. De azért én még fogom firtatni azt, hogy miért sikeresebbek bizonyos területen az egyházi fenntartású, akár szociális vagy oktatási intézmények, mert hogy lesznek erre vonatkozó konkrét ötleteim, hogy hogyan folytatjuk majd a beszélgetést. De hogyha már említette, akkor megerősödtek az egyházi fenntartású iskolák, oktatási intézmények és köznevelési intézmények, mert hogy az óvodák is ide tartoznak, és a középfokú oktatás is természetesen, és azt látni, na most akkor vannak erre felmérések, hogy a gyerekeknek a 10 és 15%-a vagy 12%-a egyházi fenntartású intézményben tanul, szabad iskolaválasztás van, a szülők természetesen egy nagyon jelentős része vallásos emberhívő családokról van szó, de látják azt is, hogy ezekben az iskolákban jobban teljesítenek a gyerekek, jobbak a tanulmányi eredmények, van egy stabil világnézetük, és esetleg jobb neveltetést is kapnak. Mit gondolnak erről? Talán itt Nyíregyházán a Szent Miklós görög katolikus óvodában lehet megtapasztalni leginkább azt, hogy hogyan nőtt meg az igény az egyházi köznevelés iránt. 15 éve, 16 éve ezelőtt két csoporttal indult az óvoda, utána három csoportra bővítettük, utána építettünk egy új óvodát, ott már 4 csoport lett, most 6 csoport lett 2011-től, 2012-től. Ahogyan a szülők megtapasztalták az egyházi köznevelésnek, és főleg a nevelésnek az értékeit, azt, hogy ad a diáknak, a gyermeknek egy magabiztos hátteret, hogy azt a szeretetet, amit a hitében megél valaki, pedagógus, vagy legyen az tadus, azt a krisztusi szeretetben újjászületve meg akarja osztani a másikkal. És egy intézményünknek, egy egyházi fenntartású intézménynek úgy gondolom, hogy akkor lesz igazi vonzása, hogyha ezt a megélt szeretetet minél hitelesebben tudja megélni. Sajnos emberek vagyunk, tehát, hogy vannak botlások, vannak emberi gyarlóságok az egyházi köznevelésben is, de mondhatom azt, hogy az igény, a társadalmi igény így fejeződött ki leginkább. 2006-ban még a magyar közoktatásban körülbelül a közoktatásnak csak az 5-6%-át tudta elfoglalni az egyházi szerepvállalás, és 2011-re
lett körülbelül egy olyan 10%-os ez az arány, és 2011-ben mind a protestáns testvéregyházaknál több intézmény átvételre került sor. Tehát úgy gondolom, hogy ez a mai 15-20% közötti köznevelési szerepvállalás, ez egy hiteles adat, és az várható, hogy ez a távolabbi jövőben ez még inkább növekedni fog. Elmondhatom azt, hogy ahogy már Esperes úr is említette, hogy nem tudunk annyi iskola tantermet biztosítani, amilyen igény lenne rá, tehát itt is azért 2-3-szoros túljelentkezések vannak bizonyos intézményeinknél. Ugyanakkor az is nagyon fontos, hogy az egyházak nem folytathatnak csak elitképzést. Kezdetben, amikor 2 évtizeddel ezelőtt a rendszerváltás után át akartunk venni intézményeket, nyilván akkor azt szerettük volna, hogy minél nagyobb arányban tudjuk azt a lemaradást behozni, amit az évtizedek jelentettek, de a rendszerváltás utáni egy évtized után az egyházak, a történelmi egyházak a szociális törvénynek a megalkotásával együtt már a hátrányos helyzetűek felé, a halmozottan hátrányos helyzetűek felé nyitottak. Fokozatos volt ez a nyitás, de a törvényi garanciák csak akkor erősödtek meg annyira, hogy az egyházak belemertek vágni egy ilyen nagy akcióba. Gondoljunk arra is, hogy még a rendszerváltás utáni években csak ott lehetett egyházi iskolát nyitni, ahol államilag korábbi egyházi tulajdonban lévő épületbe indították az intézményt. Arra a felújításra, ha volt pénz, volt pénz, ha nem volt pénz, nem volt pénz. Vagy pedig a kártalanítási összegből vásárolt ingatlanokba. Ez a törvényi helyzet majd csak körülbelül a rendszerváltás után 10 évvel később nyílt meg, hogy nagyobb szerepet kaptak az egyházak. A törvényi garanciák után már leülhettek önkormányzatokkal tárgyalni, hogy átvegyék az intézményeiket bizonyos területeken, akár az óvoda, akár a középiskola, de ez csak a 2010-es évektől jelent meg. Előtte azért komoly akadályai voltak annak, hogy önkormányzattól átvegyen az egyház köznevelési intézményt. Akkor még úgy büntették az önkormányzatokat, hogy 3 évig, illetve korábban 5 évig kellett fizetni az egyházi kiegészítő támogatásnak az összegét, ami az akkori normatív támogatásnak körülbelül a 30%-a volt. Tehát, hogy ezeket az önkormányzatok nem tudták tulajdonképpen fölvállalni. Tehát, hogy jogilag is egyre inkább az egyházi szerepvállalás igénye mellett kitisztult az út a történelmi egyházak felé, és úgy gondolom, hogy ez nem valósulhatott volna meg, hogyha nem lettek volna olyan lelkes, elkötelezett keresztény pedagógusok, akik szociális téren, szociális munkások, akik ezt szívvel, lélekkel csinálták volna. Hogyan látja a társadalom önöket, hogyha megnézzük a másik oldalt? Elismerik-e, értékelik-e azt a munkát, amit beletesznek az egyházak az oktatásba, a szociális ellátásba, vagy akár a társadalmi felzárkózásba, felzárkóztatásba? Én azt gondolom, hogy a legtöbb esetben igen. Nem mindig kapunk közvetlen visszajelzéseket, de az előbb említett téma igazolja, tehát az érdeklődés és a jelentkezések magas aránya. Az előzőhöz kapcsolódva azt szeretném még elmondani, hogy az én látásom szerint nem egyszerűen elitképzésről és szakmai magas színvonalról van szó, bár ezt igyekszünk minden felekezetnél tartani, mind az oktatásban, mind a szociális ellátásban, hanem rendkívüli jelentősége van annak a hitnek, tehát az Istenhez vezető szándékunknak, amelyet az emberek nem fogalmaznak meg közvetlenül a legtöbb esetben. Például az iskoláztatás területén a szülői háttér
sokszor arról árulkodik, hogy maga a szülői társadalom, vagy annak egy rétege nem hitvalló keresztjén. Tehát nem hitvallásos meggyőződésből hozza hozzánk a gyermekét, hogy neveljük közösen velük természetesen, de vágyik arra a többletre, amit mi hitnek nevezünk, és semmiképpen nem szeretné, hogy a gyermeke vagy az éppen ellátásra szoruló édesanyja, édesapja abból a többletből kimaradjon, amiben még ő nem részesedik. Na most rendkívüli toleranciát, figyelmességet igényel az egyház részéről az a tény, hogy ilyen jelentkezőink, ilyen igénylőink vannak, és mi ezzel tisztában vagyunk, hogy nem hitvallásos meggyőződésből kerülnek hozzánk, de a vágy, az igény, az meggyőz bennünket afelől, hogy mi nem tehetjük meg, hogy nem mondjuk el azt a többletet, az Isten életformáló erejét, hatalmát, amit itt a szeretet megvalósulásában fogalmazott meg a lelkész kollega testvérünk. Tehát ezzel mindig bátran kell előállni, és nem egyszerűen a társadalmi igényeket kell kielégítenünk, hanem a szükségletet. És ez azt gondolom, hogy nem fennhéjázó tétel, ha azt mondom, hogy az egyháznak tudnia kell nem csak meghallani az igényeket, a szépen megfogalmazott társadalmi igényeket, hanem az egyháznak rendelkeznie kell azzal a többletlátással, hogy az igazi szükségletet, a korszerű szükségletet a mai társadalomban felismerjük, és sokszor az igények kielégítése ellenére mi a szükségletet fogjuk kielégíteni, és azt gondolom ebben van az egyház egyedisége, minden történelmi egyháznak, a kereszténységnek az egyedisége, hogy kapunk felülről egy olyan látást, egy olyan elköteleződést, hogy figyelembe vesszük az igényeket, de csak a szükségleteket kívánjuk kielégíteni. Manapság az is igény, egyfajta társadalmi igény, hogy az egyház és az egyházi szervezetek, illetve az intézmények segítsenek, ahogyan már ezt az imént is említettem, a leszakadó rétegen. Ugye a Roma Keresztény Szakkollégium is valami hasonló célt tűzött ki maga elé, nem beszélve arról, hogy egy roma értelmiség kinevelését is szeretnék elérni, illetve biztosítani a hálózattal, de beszélhetünk a szociális területről is, ahol a mindennapi problémákkal találkoznak. Hogyan tudnak rugalmasan idomulni tényleg a szükségletekhez és ahhoz a egyrészt elvárásokhoz, feltételekhez, adottságokhoz, amivel rendelkeznek? Ez egy nagyon nehéz és összetett probléma, gondolom én, hiszen mindig változni, változtatni is kell. Igen. Tudni. Nagyon érdekes és friss élmények vannak bennem, hiszen két héttel ezelőtt adtuk át Kisvárdán a Sólya Miklós szociális házat. A kisvárdai cigány telepen építettük föl, és zuhanyzók, mosoda, műhely, kis számítógép, focipálya, kosárlabdapálya, hogy ott a felnőtteket is, és a fiatalokat is össze tudjuk fogni, és ugye a szükségletek és az igények. Tehát egy irányított igénnyel próbálunk fellépni, és most tanuljuk mi is, hogy hogyan közelednek, hála Istennek, nagyon hamar megörültek a mosógépnek, a zuhanyzónak, örülnek, hogy a műhelyben 40x40-es járdalapokat készítünk, amit az utcájuk elé és az udvarokra fogunk elvinni. Ugyanakkor pedig, hogyha nem úgy tetszik nekik, akkor azonnal tömegesen próbálnak föllépni, de aztán belátják. Tehát ez is jelen van, tehát a pozitív, illetve a negatív élményeket tanuljuk a munkatársainkkal, de egyértelmű az, hogy küldetésünk van. És ők is örülnek összességében, csak nem úgy szocializálódtak, és most ezt próbáljuk, hogy szociális területen is megadjuk azt, ami szükséges és kívánatos. Látják a változást, a haladást ezeken a területeken? Persze, hogy van. Ugyanezt én egy kicsit azért akkor hadd térjek vissza erre tényleg, mert ez egy nagyon fontos téma. Én egy másik oldalról szeretném megközelíteni, hogy azért az elég nyilvánvaló, hogy hogy látnak bennünket, azt nem tudom, de hogy a magyar társadalomban a közöny az, és az előítélet az elég erőteljesen jelen van. Na most az egyház szerepvállalásának az egyik nagyon fontos szerepe, szerintem az, hogy ugye én a hajléktalan ellátásban dolgozom.
a szegénység és a mély szegénység az ilyen szégyen, meg tabú, meg nem jobb, ha nem beszélünk róla, meg nem is kell nagyon nyomulni ebben a kérdésben, mert akkor ellenkező hatást érünk el. Mindezekkel együtt az egyháznak azt gondolom az a feladata, hogy a némáknak legyünk a fölkiáltó jelei, a hangjai. Tehát az, hogy az egyház a hajléktalanok között áll meg, az csak annyi, hogy azt is jelezzük, hogy nincs minden rendben. Hogy nem minden ember élhet ma Magyarországon emberhez méltó körülmények között. Önhibájából vagy önhibáján kívül, az nem az én dolgom eldönteni, de hogy ez felkiáltó jel. Igenis felkiáltó jel, hogy a közönyt azt át kell törni, mert ha közönyös egy társadalom, akkor ez bárkivel előfordulhat. Hiszen pont azt látjuk, hogy ezek a szerencsétlenek sokszor éppen azért estek ki, mert valahogy a hálóban, a személyi közösségi hálóban nem volt elég mély a beilleszkedésük. Tehát nekünk meg kell fogalmazni, ki kell mondani az ő szavukat is. A másik terület pedig nyilvánvalóan, hogy mondjuk a roma kérdésben a romák részéről is van egy csomó előítélet a magyarokkal, a magyaroknak a romákkal kapcsolatosan, hát tele vagyunk. Bele kell olvasni egy internetes kommentekbe, hogy mi zajlik ebben az országban. Meghirdetni ma Magyarországon azt, hogy mi egy roma-magyar együttélésre szövetkezünk, normális romákkal és normális magyar fiatalokkal, meg normális főiskolákkal Nyíregyházán, meg az országban bárhol, hát ez megint egy fölkiáltó jel. Tehát, hogy igenis létezhet olyan közösség, ahol nem egymást kiszorítva, nem egymást tönkretéve, hanem egymástól tanulva és egy új minőséget létrehozva élhetünk. De a közöny ellen való fellépés egyik formája az is, amikor a református szeretetszolgálat az elmúlt időszakban, én nem tudom pontosan számszerűen, hogy mennyi, de nagyon sok adományt gyűjtött össze a kárpátaljai magyaroknak, főleg amikor az ukrán háborús válság volt, tehát akkor is meg kellett mozdítani a társadalmat. Hogyan sikerült ez? Hát nyilvánvalóan elsősorban az országos református egyház az egyház keretein belül mozgósította az embereket, de a tapasztalat az, hogy az egyház határain kívül levők is megmozdultak erre, akár a magyarság tudat, akár a emberi testvéri érzés alapján nagyon szép adományokkal lehetett segíteni, és folyamatosan segítjük a határon túli magyar testvéreinket. Ami még nagyon fontos ebben a témakörben, az egyházaknak a társadalmi szerepvállalásához az is hozzátartozik, hogy bizonyos társadalmi kérdésekben felelősségteljesen nyilvánulnak meg, hogyan nyilvánulnak meg. Vannak olyan társadalmi jelenségek, problémák, amelyről véleményt alkotnak. Ha csak azt nézzük, hogy az elmúlt időszakban nagyon sokat foglalkoztak a demográfiai helyzettel, Magyarország demográfiai helyzetével, és azon gondolkodnak nagyon sokan szociológusok, politikusok, hogy hogyan lehet, és a családok is, hogy hogyan lehet ezen változtatni, hát egy picit természetesen hosszabb távon. Akkor az egyház milyen üzenetet juttat el a társadalom felé? Zárásként nagyon röviden mindenki egy-egy gondolattal talán. A II. Vatikáni zsinatnak a tanításában volt az, hogy az egyháznak mindig észre kell venni az idők jeleit. Akkor, amikor az egyházak képviselői egy közösségben vannak, egy közösségben, mint egy nagyobb családban, vagy egy kisebb családban, sokkal inkább megtapasztaljuk és észrevesszük az igényeket, problémákat. Jobban tudunk segíteni egy-egy kis közösségben, és ezért is fontos az, hogy akkor, amikor akár törvényváltoztatást, vagy módosításokat, vagy struktúraváltásokat akarnak, akár szociális, társadalmi szinteken, akkor most már egyre inkább jellemző az, hogy az egyházaknak megkérdik, kikérik a véleményét, akár a törvény előtti egyeztetéseken, szociális törvények kidolgozásánál, köznevelési törvények kidolgozásánál, de akár más szociológiai vagy egyéb kérdések tekintetében. Én úgy gondolom, hogy ha Krisztus szemével akarjuk látni a világot, akkor meglátjuk a
problémákat, az elesetteket, meglátjuk az örömöket, meglátjuk azt, hogy, hogy mi az a terület, ahol talán kitörési lehetősége van a társadalomnak, és talán így tudjuk ezeket a problémákat közösen szemlélni. Nagyon nehéz az út, nincs királyi út. Tehát, hogy mindannyian tapasztaljuk azt, hogy akár kisebb közösségben, egyházközösségekben, hogy akár az integráció, vagy az inklúzió, hogy hogyan tudjuk befogadni, segíteni azokat, akik esetlegesen hátrányos helyzetűek, nagyon nehéz az út. Nem véletlen, hogy Ferenc pápa december 8-ával kezdi meg a katolikus egyházban az irgalmasság évét, mert lassan oda jutunk, hogy bizonyos szempontból irgalmatlan világban találjuk magunkat, hogyha ezeket az értékeket nem próbáljuk a társadalom alapsejtjeibe bevinni. Azt gondolom, hogy az egyház legnagyobb hozzájárulása az az élet értelmezésének a biblikus bemutatása, illetve az élet értelmének az egyértelmű bibliai bemutatása, hiszen a mai ember nem tudja, sok esetben nem tudja a létét, küldetését értelmezni, és az élet eredetét sem tudjuk, vagy tudják megfogalmazni konkrétan. Ezért én azt gondolom, hogy ha valamikor, akkor most ebben az időben bátran, biblikusan szint kell vallanunk arról, hogy mi hol látjuk az élet kezdetét, hogyan látjuk annak a végét, és az azon túli lehetőségeket is. Két konkrét példát a kisvárdai görögkatolikus egyházközségünkből. Mindig név szerint imádkozunk az áldott állapotban lévőkért, tehát tudatosítjuk, hogy hány áldott állapotban lévő kismamánk van, és a közösség készített egy bölcsőt, amelyet most viszik pár napon belül egy újszülött családhoz, tehát mindig oda megy ez a bölcső, ahol áldott, meg új szülött jött a világra. Ezzel is kifejezi a közösségünk, hogy mi végtelenül örülünk az újszülötteknek, és a kis közösségben így teszünk tanúságot. Ez nagyon szép. Azt gondolom. Hát, ha családról van szó, akkor én azt két dolgot gondolok erről. Egyrészt az, hogy a család az egy mini társadalom, ahol a gyerekeink megtanulhatják azokat a viselkedési mintákat, normákat, ami egy társadalomban van. Még a sokszínű is értékrend szempontjából a társadalom, de azért meg lehet találni a viselkedésnek a legkisebb közös többszörösét. Illetve, hogy a család az egy mini egyház, ahol meg azt tanulhatják meg a gyerekeink, reménység szerint az együttélésben, hogy a bizalom, a szeretet és a reménység nélkül meg nincs értelme semminek. És akkor ez meg úgy tovább él. Tehát, hogyha a családok ennek a szigetei, akkor ezek olyanok, mint a karácsonyi gyertyák, hogy egynek kevés a fénye, de ha sok ilyen fény világít, akkor egyszer csak kiderül, hogy egy egész nagy teret be lehet világítani. Úgy látom, hogy várakozunk, advent közeledik, önök is, és mi is fogunk még sokat beszélni erről az utóbbi témáról. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek hozzánk, a nézőknek pedig a figyelmet. Viszontlátásra! A helyszínt a Hotel Aventinus biztosította.